Mi már 7. alkalommal rendezzük meg a Debreciner Gourmet Fesztivált, itt Debrecenben, a nagy erdő szívében, a Békás-tó mellett. Az idei rendezvény tematikája az a nyári emlékek lett. Mindannyiunknak van egy olyan nyári emléke, amikor az íz, az illat, vagy egy tájról eszébe jut valami, ami nagyon kedves a szívének. Úgyhogy azt kértük a séfektől, hogy ezeket az emlékeiket bontsák ízekre, illatokra, darabokra, és alkossanak belőle új ételeket. Úgyhogy a közel 40 kiállítónk mindegyik egy háromfogásos étellel készült, ami bemutatja azt, hogy mit is jelent nekik a nyár és a nyári emlékeik. Mi egy komplex rendezvényt szerettünk volna létrehozni, ahol nem csak a gasztronómiai élvezeteket próbálhatják ki a vendégeink, hanem különböző célcsoportok különböző kulturális terméket kapnak, így aztán gyereksarok is van, van gasztro stand-up is, kertmozink is van, illetve a kultúrfalatozó egy idei újítás, aminek a missziója az lenne, hogy a gasztronómiát és a képzőművészetet össze tudjuk kötni. A rendezvényen megtekinthetőek gasztro-retro plakátok egészen az 50-es évektől, illetve a helyi képzőművészeti iskolával létrehoztunk egy street art munkát. A gasztro színpadon egész nap főzőműsorok, könyvbemutatókat láthatnak, este retro DJ várja az érdeklődőket. Azért hoztuk létre ezt a rendezvényt, mert szerettünk volna egy olyan teret teremteni, ahol a ország különböző pontjaiból érkező vendéglátósok, séfek és szakácsok tudnak találkozni, illetve alternatívát tudunk adni a budapesti gurmé fesztiválhoz képest egy kelet-magyarországi helyszínnel. Az én stratégiám az szokott lenni egyébként egy ilyen fesztiválon, hogy én mindig arra megyek rá először, ami távolabbi, ismeretlenebb, különlegesebb, és onnan haladok visszafelé az ismerős terepre. Tehát, hogy nehogy véletlenül előforduljon az, hogy elmentem az ismerősökhöz, a kedvenceimhez, és aztán a végén már nem marad gyomorkapacitásom, meg étvágyam azokra, akikhez például nem jutok el. Mert ugye szerintem az is fontos, hogy mi az, amit otthon tudunk reprodukálni. Tehát, hogyha olyan csukló kell hozzá, mint Kásás Tamásé, akkor nem fog menni, de itt ezekkel az eszközökkel ez megoldható nagyjából otthon is. Egy marha gerinc bontás is történik a színpadon, ami szerintem szintén nagyon látványos lesz, ugye tavaly is volt már. Azt tudom leginkább tanácsolni mindenkinek, hogy akár tervszerűen halad, akár spontán, jöjjön el, szaladgáljon körbe, ami tetszik, ott ne habozzon, hanem azonnal kóstolja meg, próbálják meg, mi a színpadon is megpróbáljuk azért egy kicsit az információkat és a háttéranyagokat átadni, tehát hogyha valaki azt mondja, hogy evés közben nem a zenét akarja hallgatni, hanem egy beszélgetésre szeretne odafigyelni, őt is megpróbáljuk szórakoztatni. Ha egy programot ajánlhatok erre a gyönyörű júniusi hétvégére, akkor az a 7. Debreciner Gourmet Fesztivál itt Debrecenben, a nagy erdő szívében, a Békás-tó partján. Minden gurmét várunk, aki az ország különböző pontjairól szeretne nyári emlékek tematikában különleges palatokat megkóstolni.